Az eddigi 1,5 millió forint helyett 5 milliót is fizethet az, aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a CLB független biztosítási alkusz cég. Limitemelés történt, hiszen a kötelező biztosítás ugye az a biztosítási forma, ami az általunk okozott kár után fizet másnak, tehát itt a felelősök mi vagyunk, ezért felelősségbiztosítás. És abban az esetben persze van ez vétlen felelősség is, meg van azért kifejezetten szándékosan, vagy lehet azt mondani, hogy túlzottan is olyan magatartás, ami utána problémát okoz. Ez a felelősség kérdése, és ahol alkohol vagy kábítószer hatása alatt ült valaki volánhoz, ott ezt a limitet 5 millió forintra emelte ez a mostani törvény. Módosítás azt jelenti, hogy a biztosító társaság 5 millió forintig behajthatja az általam okozott kár kapcsán keletkezett követelést, ha én mondjuk alkoholos vagy drogos befolyásoltság alatt ültem volához és okoztam ezt a kárt. Miért volt szükség erre az óriási emelésre? Hát remélem, hogy elsősorban az elrettentés miatt volt erre szükség, nem pedig azért, mert ezeknek nőtt a számossága, hiszen azért itt egy dolog, hogy a biztosító kifizeti az anyagi kárt, de az ember életben keletkezett kárt, az egyéb javakban keletkezett kárt azért ilyen esetben, hogy a pénzzel nem lehet megváltani, tehát nem jön vissza. Azt remélem, hogy az az oka ennek a módosításnak, hogy még elrettentőbb legyen ez a dolog. Mások szerint tudatosuljon mindenki, hogy itt bizony 5 millió forintig is perelhető vagyok, hogyha én nem beszélve természetesen a szabálysértési meg a büntetőjogi következményekről, de pénz ben is 5 millió forintig felelősségre vonható vagyok az általam okozott kárért, úgyhogy inkább nem ülök autóba, hogyha alkoholt ittam, és nem fogyasztok drogot egyébként sem. Hogyan kell ezt majd elképzelni a jövőben? Tehát én most mondjuk beülök ittasan az autóba, okozok egy balesetet, biztosító meg hív telefonon, hogy most 5 millió forintot fogok fizetni, nincs pénzem, hogyan fizetem ki, mi lesz a lépés? Hát per, ilyen ebben az esetben, hogy biztosító ugye mindenképpen kártalanítja a károsultat. Tehát, hogy a károsult, ez fontos, hogy nem fog várni arra, hogy mondjuk belőlünk kiperelje biztosító, vagy nem az 5 millió forintot. A biztosító elvégzi a kártalanítást, megmondja pontosan az összeget, hogy mennyi az, amit fizetett. Ha több, mint 5 millió, akkor ugye az 5 millió forintos limit, és utána egy jogi forma veszi majd kezdetét, amiben ugye itt az, hogy jogosult a biztosító vagy sem, az valószínűleg nem ez kérdés, hiszen megtörtént a káresemény, és egy behajtási, végrehajtási, ingatlan felszámolás, nem tudom, ezek már jogi kérdések, tehát gyakorlatilag teljes magánvagyonunkkal ilyenkor bizony tudunk felelni, és azt gondolom, hogy ezekben az esetekben a biztosító társaságok jogi csoportjai meg is fogják tenni a legmegfelelőbb lépéseket arra, úgyhogy jobb lesz inkább elkerülni az ilyen eseteket. Tehát változott a fedezetlenségi díj behajtásának a határideje, és tulajdonképpen hogyan érinti ez az autósokat? Tulajdonképpen ezt az időszakot most 5 évben maximáltak a biztosító társaságok számára. Ugye a fedezetlenségi díj az a díj, amikor valaki nem fizeti be a kötelező biztosítását, a befizetésről számított 60 napon belül egyszerűen megszűnik ez a kötelező biztosítás, és onnantól kezdve egy napi díjjal ez autónként változik, de akár egy 400-500 forintos napi díj is lehet, gyakorlatilag ketyeg neki ez a bizonyos fedezetlenség időszaka, amit hogyha újra köti a kötelező biztosítását, akkor is mindenképpen be kell fizetni egyben. Nagyon sok autós ezt elkerüli, nem fizeti be, ha tudja, vagy különböző trükkökkel megpróbálja, vagy esetleg nem olyan magas az összeg, hogy már nem is vesz inkább autót, vagy sosem köt. Ezeket a biztosító társaságok eddig úgy, ahogy kezelgették. Most viszont azt mondták, hogy 5 év a behajthatósági határ, ami elsőre jól hangzik annak számára, aki mondjuk 5 év felé közeledik. De én azt gondolom, ez azt fog eredményezni, hogy a biztosító társaságok oda fognak figyelni, hogy az 5 év lejárt előtt mindenképpen pert indítsanak azok az autósok ellen, akik fedezetlenségi díjat tartoznak, tehát a legjobb mindig odafigyelni, mert az legtöbbször figyelmetlenség van a dolog hátterében, nem jött a csekk a biztosítótól, és akkor én már nem kell utána járnom, járjunk utána, győződjünk meg róla, hogy be legyen fizetve ez a kötelező biztosítás, és akkor nem lesz ilyen probléma. Milyen széles most a paletta így a kötelező biztosítási díjak terén, milyen ajánlatokat találhatunk, így mondjuk árban gondolkodunk? Hát gyakorlatilag ugye szinte minden biztosító társaság, 13 biztosító nyújtja az ajánlatokat, továbbra is erős az árverseny, de az elmúlt években, elmúlt 2 évben jelentős emelkedések történtek, tehát míg mondjuk 3-4 évvel ezelőtt 12-13 ezer forintos kötelező biztosítási díjak is voltak, most azért a 30 ezer körül, 30-32 ezer forint körül mozog az éves díja a kötelező biztosításnak átlagban. Ez természetesen benne tartoznak a nagy kategóriás, nagy kilovattszámú autók, ugye elsősorban ez dönt, illetve a kicsik is, ahol még mindig találni 9-10 ezer forintos díjakat is. Benne vannak a belvárosi, fővárosi lakosok, akik szintén drágább kötelezőt fizetnek, és a vidéki lakosok általában olcsóbbak. Tehát ez tényleg egy átlagszám.
tizenpár ezer forinttól 50-60-70 ezer forintig is, a fuvarozók esetében 3-400 ezer forint, vagy akár 1 millió forint is lehet egy kötelező biztosítási díj, de nyilván ezek kamionok. Egy átlag autós ma Magyarországon ez a 30 ezer forint körüli összegre számíthat kötelező biztosításban. Miért van az, hogy korábbi években mondjuk lement nagyon az ár, és most elkezdték emelni a biztosítótársaságok a díjakat? Szerintem egy extrém és talán óvatosan mondhatom fölösleges nagy árverseny volt a biztosítók között az elmúlt években az ügyfelekért. Ennek persze mi ügyfelek örültünk, de azért a hátterében már úgy érzem, egy kicsit rezgett a léc arra vonatkozóan, hogy biztos, hogy működőképes marad-e ez a kötelező biztosítási rendszer. Ugye emlékezünk vissza, a Astra biztosító két évvel ezelőtt probléma volt, ki is vonult az országból, és nagyon sok autós maradt így maga mögött. Több más biztosítótársággal is voltak már kötelező biztosításban problémák, tehát nem jó, amikor már ennyire lemennek az árak, mert egy jó, hogy keveset fizetünk, viszont nem jó, ha biztosító kihát rá mögülünk, amikor kár van, és azért az említett Astra biztosító esetében azért több százezer ember maradt ott hirtelen biztosítás nélkül, és akár probléma is lehetett valamit, hogy Mavis nagyon jól beállt abban az esetben az egész dolog mögé, és megoldódott ez a helyzet neki köszönhetően. De ettől függetlenül most már visszamentek a díjak egy olyan szintre, ahol szerintem, véleményem szerint egészséges, hogy mozogjanak. Tehát egy éves 25-30 ezer forintos kötelező biztosítás, havi 2000 forint körüli díjról beszélünk, ez körülbelül a mai javítási árak, egyéb dolgok, euróárak, alkatrészárak, mert nagyjából ez lett az optimális egészséges határ, amivel egy autós nyugodtan mehet az útra, mert azt tudja mondani, hogy a mögöttem álló biztosítótársaság, kötelező biztosítása biztos, hogy helyt fog állni, több millió forintos tételig, hogyha én kárt okozom.